A világ összes Duplo játékát Nyíregyházán készíti a Lego. A dán cég magyar gyárában jelenleg 2400-an dolgoznak. Azt tervezik, hogy a következő néhány évben újabb üzemeket építenek Nyíregyházán, a létszámot pedig 2000-rel növelik. Nem csak itt, a megye más városaiban is jelentős munkahelyteremtéssel számol a kormányhivatal munkaügyi főosztály vezetője. A következő két évben körülbelül 6000, több mint 6000 munkahely fog létrejönni itt a megyében. Nyíregyházán itt a bejelentett Lego és a 800 fős Contitech mellett azért még lesznek beruházások, ez gondolom még egyelőre nem publikus, illetve a megye többi jelentősebb településén is, Kisvárda, Vásáros, ami Máté Szalka településén, Nyírbátorban is nagy volumenű létszám fejlesztések lesznek. A cégekhez elsősorban fiatalok jelentkezését várják, de egy program azok is támogatja, akik pályakezdőként rögtön saját vállalkozást akarnak indítani. Szondi László ügyvédként végzett és közbeszerzéssel foglalkozó irodát nyitott. Ő tavaly jelentkezett a Vállalkoz Magyarország című uniós kezdeményezéshez. A tavaly évben vettem részt ebben a pályázati programban, a Fiatalok Vállalkozóvá Válása elnevezésű projekt keretében. Egy egyéni vállalkozást hoztam létre, aminek a keretében közbeszerzési szaktanácsadást nyújtok önkormányzatoknak, illetve projektgazdáknak. A Nyíregyházi Városházán rendezte konferenciát azoknak a fiatal vállalkozóknak, akik idén jelentkezhetnek a programra. A szervező Széchenyi Programiroda szakmai vezetője úgy látja, a fiatalokban nincs meg a kellő tudás a vállalkozás elindításához. Nincsenek vállalkozó dinasztiák, ahol apáról fiúra száll a tudás, hanem itt nagyon-nagyon fontos ezeknek a háttérismereteknek az elsajátítatása. És ezért a képzéseink pontosan ezt fogják megadni a fiataloknak, és ezzel felvértezve felelősen megbírja alakítani vállalkozását, és ezt követően pályázhatja meg a 3 millió forintos támogatást, ami a vállalkozása kezdőköltségeihez nyújthat támogatást. A konferencián Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, ők is támogatják a megyei vállalkozásokat, köztük azokat is, amelyeket fiatalok alapítanak. A top forrásokból ugyan cégeket nem, de a vállalkozói környezet kialakításán dolgozó önkormányzatokat anyagilag is segíthetik. A távlati cél pedig az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe valóban meg tudjuk kötni azokat a kiművelt emberfőket, akik itt szerezték meg a gyakorlati tudásukat vagy a szakmai tapasztalatukat, sőt, messzebb megyek, az is cél, hogy ne innen vándoroljanak el, hanem a jövőben ide jöjjenek majd a munkaerők és a vállalkozások is, itt találják meg azt a lehetőséget, amellyel ők hozzá tudnak tenni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye élhetőbbé tételéhez. A konferencián elhangzott, hogy jelenleg a megyében 20 000 18 és 25 év közötti álláskeresőt tartanak nyilván. A Vállalkoz Magyarország program közülük 450 fiatalnak nyújt lehetőséget és tudást saját vállalkozások megalapításához.